Szevasztok, srácok, Csipi vagyok, és itt vagyunk megint egy draft döntő előtt. Három meccsen ugye már túl vagyunk. Volt egy 3-0, azt hiszem az kilépett. Volt egy magyar srác, 4-2-re megvertük hosszabbításba, de az rohadt nehéz meccs volt, és akkor volt egy másik 3-0, nem tudom, az kilépett, Alex? Nem emlékszek. Az elődöntözvé. Akkor másik is kilépett 3-0-nál, az olyan idegesítően játszott, hogy alig lehetett neki gólt lőni. És akkor most jön majd a döntő. Hát ez a csapat egy ilyen hibrid. 98-as Leva, Bale, Messi, Kroos, Trigueros, valahogy 99-es Inform, Royce-unk, Carrasco. Hát a védelem is ilyen PL meg ugye La Liga, és akkor La Ligás kapusunk is. Cserébe beszokott jönni Neymar, illetve Ibrahimovic, más nem is nagyon szoktunk cserélni igazából. Úgyhogy ennyi a csapat, 91-es, rating 96-os összhangjött csak össze. Edesúl csak ilyen szaredzőket dobált. Na nézzünk egy ellenfeltöltőt. Nézzük a csapatát, 94-es Lukaku, 84-es Vardy, 90-es De Bruyne, 80-es Lallana, 90-es Özil, Cahill, David Luiz, Aspi, Begovic, és akkor hozzátettek egy jobb és egy bal szél, sőt, hát PL. Ez a felállás, ez egy idióta felállás szerintem, soha nem használjuk, őt védős, Redesul, ez ilyen piramis felállás. Super Error FC, na hát meglátjuk, hogy mire megyünk ellene. Hazai pályán játszunk, jó lenne nyerni. Carrasco visszafelé, középre passzol, Bale lépett vissza a passzért, de Özil lefülelte, és már indítja is Lukakut, aki rögtön passzol Vardynak. Vissza a Vardy, újra Vardy, ugye Lukakutal is semmi nem volt, úgyhogy Asenho kirúgja, nehogy a miénk legyen, kezdődik. És aztán most mi volt a szabálytalan? Ez ilyen kamu meccs lesz. De rávert a De Bruyne, jó, hogy elkerült a kaput. Na, erre most nem oda kell koncentrálni. Bale. Na, Leva, a tocsos Leva. Vissza! Miért nem passzolt egyből a szarjáték? Lukaku kiugratja Vardyt. És az nem jó passz vissza Lukakunak. És akkor ilyeneket miért csinálunk? Hozz lefelé, és utána passzolj tisztán, rögtön adod a 16-osnál kívül. Tiszta gáz. És akkor ebben gólt kapunk, akkor még nagyobb gáz. Ilyeneket ne csinálj. Modric. Leva, jó, ez még csimbe kaptuk, de még így is jó. Ez is jó, Bale. Na, mondd is egy jó beadás. Na, Begovic leszedi. Na, és akkor mehetnek 2-2-be, de szerencsére Carrasco. Carrasco van hátul, érted. Fú. Te ez a játék. Nem jó a visszapassz. Aspi. Özil, Lukaku. Középre Özilnek. Visszakapja Lukaku. Leteszi De Bruyne. Visszapasszolja, középre játszik. Özil, és akkor ez már miénk. Nem a miénk a kirúgás megint. Vardy meghúzza. Ez 11-es. Ez a milyen faszom volt a 11-es? Hagyjad már. Nem tudom, fogalmam sincs. Mm.
Az ilyen golöröm volt, láttad? Ilyen pacsiszták, aha. Aha. Na, hát akkor ez egy szopszi lesz, lehet. De persze, nem adjuk fel, sose adjuk fel. Illetve 3-0-re már feladjuk. Ez jó, Lewandowski 1-1, ott van, rögtön jól van. Leva, azért a 98-as tocos Leva, amúgy azért lőtte csak be, hiszed. Na hát akkor, mintha 0-0-ról folytatódna a mérkőzés. Vardy, aztán Sergio Ramos szereli. Modric. Eladjuk. Eladtuk a 16-oson belül, de szerencsére nem volt jó lövés, mert megpattant vagy. De jó, azt hittem nem lesz jó. Bale. És akkor ezt nem is tudom, hol passzolunk megint. Két jó passzunk nincs, basszus. De azért van két jó passzunk. De van egy csomó rossz passzunk is. Ez az Royce. Visszateszi. Carrasco, Modric. Trigueros, kipasszja Messinek. Messi jól veszi át. Egy védőt elküld. Visszakapja Bale-től. Már 16-oson belül. M jó. És akkor szerintük szabálytalan, amit a Messi csinált. Lukaku, jól veszi át. Ellökjük. Ez jó ideig. Ott a Messi, de nem. Aha. Vardy. Ez... Hagyjad, mert ez megint nem volt szerintem szabálytalan. Amúgy is úgy rúgtam meg, hogy nem is értem volna autó, úgy tudtam meg, de nem is értem volna autó, mert a kapus kijött volna. Jó, lepattan a sorfára, elég sokáig vált ezzel a szabadrugással, úgyhogy ez a szöglet. És rájöveli majd a Lukakura, figyeld. Na, mit teszi lövésre? Na most mehet valami kontraszerűség. Csak túl hamar passzolsz a kontaktnál, ezért a játékosod mindig lelassul. És megáll a futásba. Úgyhogy még mondjuk nem rossz így, se Bale vissza. És Begovic véd. Ez érdekes, ez nem minimum 11-es. Nem jó. Na, legalább sikerült szerelnünk, így nem tud lekontrázni. De a veszély még nem múlt el, mert... Ó, most már igen. Aztán eladjuk rögtön. Vissza, hogy szerezzük, jól van. Aztán eladjuk rögtön. Özil. Vardy. Ki dugulatja, gondoltam. Özil. Oda fogja adni. Nem. Azt hittem, nyitani akarta. Jó, nehéz meccs. Na, ez sem miénk. Na, mehet a mérkőzés tovább. Trigueros, Carrasco. Nem rossz, Lewandowski. Bale, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Nem volt jó kiugratás, Lukaku. Özil, visszapattan hozzá, persze. Özil egy akkora szar volt egész idényben szerintem. Lewandowski. Ás, rögtön eladjuk, minden labdát eladunk szinte, hihetetlen. Tehát elképesztően pontotlanul játszunk. Aztán jött Varán is végül gólhelyzetben lévő játékos szerelte. És mind megint egy eladott labda megint. Mostantól számolom, hány eladott labdánk van. Na, ez gól. Szarul lőtt el, mert be akarta okoskodni tolt hosszúba, ízér laposan. De ezt most megúsztuk, kurvára megúsztuk. Több lövése van, viszont nálunk 3-ból 3 talált el a kaput. Hát nem tudom, mi lesz így. Komolyan megmondhatatlan szerintem. Nem érzem azt, hogy ezt a meccset le fogjuk húzni. De ezért föltesszük
a pack openinget. Na, megpróbálkozunk Ibrával. Hát... Lukaku megindul. Ó, de jó van, Sergio nem azt szerelte. És akkor eladtuk rögtön. Jajjaj, Vardy. Ó, Sánchez megpattant. Azt hittem oda pattant a csatárjához. Béla. Neymar hátra, Modric. És akkor aladjuk, de Sánchez triggerhoz visszapattan. Keresztkó. Jó, beszopta a testcselt, és utána keresztez. Hát... Szöglet nem a teljesen jó. Modric hátra. Trigueros lepattan a lövés. Hol pattan? Nem oda De Bruyne fejére. Aztán miénk, Bél? Nagy passz lett volna, de Aspi kilépett a védőfalból is. Na és akkor most nézzük, Vardy. Szerencsém volt, hogy az indítás Modric most már, Neymar. Jaj, vissza akartuk adni Neymarnak, de nem jött össze. Ez semmi nem volt, ez az. Szerintem ezt is le fogja fújni. Na, hogy is? Nem tud így beindítani, hogy előtt van a védő. Na majd most a Lukaku elmegy, ne aggódj. Ó, de jó, hogy kijött a kapus. Szépen kihoztad. Azt a... Sergio Ramos kétszer is hősiesen ment. Egy jó passz, Neymar. Ez is jó. Béla, vigyázzban négy védő már visszazárt. Ibrahimovic. Ott marad nála. Eó, Begovic. Én a szöglet Neymar. És akkor Ibrára kifejelik. Jó. Fél óra van a mérkőzésben és egy-egy az állás. Szép a kényszerítő. Messi. A beadása már nem jó. Tolisso. Volt ott minden. Szép Messi. Nem volt benne szerintem Tolisso-ja. Ellökik, bazd meg. Ez a miénk, ez az. Ez az. És Messi nem bírja átvenni a labdát, ezt nem hiszem el. Trigueros. Aha. De ne indítsa egyből. Nem is, egyre nem is hozzunk föl senkit, szerintem, vagy igen. Pillanatra nem játszott. Emles. Neymar. Ibra. Begovic kivédte. Valahogy ötörjünk már be egy gólda, tényleg. Ronaldot hozta be a Vardy helyett, hogy csak szólok. Csak szólok. Neymart a Lukaku helyett. És jó is. Ennyi, aha. Be kell állni part a buszra szögletnél. Egyébként ez mindenki ezt csinálja. Hát ez így szopszi. Viszont egy két emberrel ezt csinálta. Ott van! Ott maradt nálunk a labda Neymarnál. Ugye hatalmas nagy mázlink volt, kétszer is odapattott, hogy vissza, ott maradt nálam, visszaadták, és nem tudtunk lőni első szándékból, második szándékból, és aztán harmadik szándékból csak belőttük. Nem, lesérült a Ronaldo. Nem, le is kell hozni. Szép, Messi szépen veszi át. Közép. De miért? De jó lett volna ez. Majd Ronaldo most ez vissza, annyira le volt sérülve, na.
Miket csinálunk, basszus? Jeff Shreves there, right down on the touchline. So Jeff, thanks for that. Forward now, Ibrahimovic. Ennyi Neymar. Nem jó. Cristiano Ronaldo. Ez se jó. Kevin De Bruyne. Well defended, not just getting across. He thought quickly as well. Neymar. De jó, hogy nem tudta beegyíteni a középpont a csatárt. Neymar kifelé. Nem jó. We've got 10 minutes left on the clock. Good strong tackle. Still. Na most építsünk fel egy támadást normálisan. Ez jó, Neymar. Bassza meg, hogy a Bale kihagyja az ittszert. Pedig volt terület, volt hely. Még igazíthattunk volna is egyet rajta, de nem, mert Bale ellövi egyből. Ne add vissza, akkor viszont izé. Na ezt valakivel be kéne verni. Öt perc. Most gólt kapunk, arra már nem fogunk tudni válaszolni. Elmegy 90. percre fogunk gólt kapni. És bepattam. Nem hiszem, hogy ilyen gólt kapunk, hogy Ronaldo elfut két védő között. Hát jó van, azt gondoltam, hogy így lesz, hogy a végén kapunk egy gólt egyébként. Trigueros, Neymar. Most olyan be van állva 63 emberrel. És hát mi is menjünk fel Pardubuszra. 3 perc a hosszabbítás. Pardubuszra izé. Állultatok rá. Ez nem rossz. Nem. Hát... Néhát kikaptunk, ez van. Hát nem tudom, elég fura meccs volt. ...603 coins. Pedig 1.28-os volt a multiplierünk. És akkor több lövésünk ott van, de hát egyik se... Talált kaput sajnos. Na nézzük, hogy milyen pakvariátot kapunk így a harmadikra. Általában ugyanazt tudtuk kapni, ugyanezt a Rare Gold Pack, Premium Gold Players pakot. Hát ebben sosincs semmi, de most kivételesen van benne egy nagy játékos. Egy 85-ös Szokratesz, az nem olyan rossz. Hát legalább volt benne egy 85-ös. 3 fitness. Ebből már nincs semmi. 83-as Benatia, hát végülis az se rossz. Végül is. Jedder. Többi egy... Kalapfos. Jó, most látszik, ennyi lett volna ez a bukott draft döntő. Azért tetszett. Dobj egy lájkot. Csipi voltam, Alex játszott. Szevasztok.